ebben a sorozatban csak egyszerűen ki fogunk választani 7 verset egy bizonyos témáról, és azt fogjuk röviden elemezni. A következő 7 vers szintén a törvényről fog szólni, azonban ezúttal Saul szájából, és nézzük meg, hogy Pál apostol vagy Saul mit mond a törvényről valójában. Az első vers a rómaiakhoz írt levelének második fejezetéből való a 12-es, 13-as részlet, ahol szerintem teljesen egyértelművé teszi azt, hogy igenis a törvény szerint kellene élni mindenkinek. Természetesen a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésével. És ez így szól. Mert akik a törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el, és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Azaz mindegy, hogy mit csinál az ember, olyan értelemben, hogy így is, úgy is a törvény szerint lesz megítélve. Aki nem a törvény szerint él, akkor azt azért fogja megítélni, mert meg sem ismerte és meg sem akarta ismerni. Ha pedig a törvény alatt vétkezik, akkor azért fog megítéltetni. Mindenképpen a törvényhez megy vissza, hiszen az a viszonyítási pont. Ha nincs törvény, nem lehet ítéletet hozni. Egy olyan világban, ahol nincsenek szabályok, ott nincs szabálysértés. Ott nem lehet megítélni senkit. Kell, hogy legyen egy rendszer. Erről beszél itt. Ha tetszik, ha nem, így is úgy is a törvény az, amihez viszonyítva az ember meg lesz ítélve. Aki nem a törvény szerint él, és nem is ismerte, az kevesebb büntetést kap, aki ismerte és úgy vétkezett, az többet, ezt is nyilvánvalóvá teszi. De a törvény eltörlésének a koporsójában tulajdonképpen az utolsó szeg szerintem a 13-as vers, mert nem azok igazak Elohim előtt, akik a törvényt hallgatják. Tehát az kevés ülni, és hallgatni, és bólogatni, és mondogatni, hogy hiszek, hogy Jézus a mindenem, vagy hogy Istent imádom, meg a szavát, az nem lesz elég. Nem azok az igazak, akik hallgatják, hanem kik azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Akkor a betöltés az nem azonos a semmittevéssel, hiszen a hallgatás az a semmittevésre vonatkozik, amit nem követ cselekedet. A betöltés ennek az ellenkezője kell, hogy legyen a mondat szerkezetéből adódó. Akkor a Mesiák, mikor azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse, akkor nem arra gondolt, hogy semmit nem kell utána csinálni. Aki betölti, az aszerint él, betölti azt a funkciót, azt a szerepet. Így érti azt, hogy betölti. Ha ez valakinek nem világos, mindenképpen nézze meg azt a két videót, melynek az a címe, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem, ami arról a versről szól. Mely Máté 5.17, de érdemes elolvasni az egész 5. fejezet, meg hát persze mindet, de az a vers, az konkrétan Máté 5.17. Következő. Egy újabb probléma azoknak, akik azt állítják, hogy Saul a törvények ellen beszélt rómaiakhoz 3.30-31. Így szól. Mivel, hogy egy az Elohim, aki megigazítja a Jehudimat, a zsidót hitből, és a pogányt hit által. Egyrészt az, hogy egy az Elohim. Nincs két különböző törvény, egy a zsidónak, egy a pogánynak. Nincs két különböző elragadtatás, különböző életstílusok, meg ő ezt csinálja, meg az egyház, meg a zsidók, meg ilyenek. Elmondja egyértelmű, hogy egy az Elohim, aki megigazítja a Jehudimet, a zsidót a hitből, pogányt a hit által, mindkettő a hit által, illetve a hitből fog megigazulni. A hitnek kulcs szerepe van az egészben. Habakuk 2.4, az igaz ember hit által él. Úgyhogy ez mindig is így volt. Aki nem hitt, az nem tudott a törvények szerint élni, hiszen az nem akart. Egy ideig bírta, aztán nem tudott. Ez történik manapság a legtöbb emberrel. Egyrészt keresi az utat, megtalálja, aztán elmegy az gyülekezetbe, meg az egyházba, ott meggyőzik arról, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál, és utána onnantól kezdve elindul egy rossz úton. Pedig ott a kezdeményezés, a kezdeti indítatás az nagyszerű volt az igazság keresése. Azonban a téves információ eltérítette a helyes útról. Úgyhogy ez a probléma manapság az szinte az összes szervezett gyülekezettel vagy egyházzal.
De nézzük, mit mond a 31-esben. A törvény tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által. Kérdés az, hogy a törvény eltüntetjük, eltöröljük, leromboljuk azért, mert van hitünk. A hit helyettesíti-e a törvényt? Hiába valóvá teszi-e? Mi a válasza? Távol legyen, azaz nem, dehogy is. Semmiképpen. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Akkor hogy lehet az, hogy azt mondja valaki, hogy Saul a törvények ellen beszél? Mikor itt az ellenkezőjét mondja. Az, hogy nem, hogy eltörölni vagy érvénytelenné teszi, hanem sokkal inkább megerősíti. Ami azt jelenti, hogy az ember, ha hit által él, ha hiszi, hogy a Messiák érte meghalt, onnantól kezdve sokkal inkább munkálkodnia kell azon, hogy olyan életet éljen, ahogyan a megváltó tette, ahogyan az atya azt előírta. Hiszen ezért hisz, ez jelenti a hit, hogy ő azon az úton szeretne járni, amit neki meghatározott az atya. Úgyhogy nem, hogy nincs törvény, hanem sokkal inkább számít a törvény. Erről beszél itt is Saul. Következő Rómaiakhoz 6-os fejezet 14-től 16-ig, mely így szól. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. Ami azt jelenti, bűn mi 1, Jahokanon 1, János 3, 4, a bűn a törvény megszegése. Ha van bűn, kell, hogy legyen törvény. Ezek az emberek nincsenek a törvény alatt, mivel nem szegték meg azt. Nem arról beszél, hogy nincs törvény. Ha van bűn, kell, hogy legyen törvény, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Így nem lehetséges az, hogy ne legyen törvény. Törvény volt, van és lesz. Az ő szava nem változik, és ő maga nem változik. Malakiás 3:6. A lényeg az, hogy nem vagytok a törvény alatt, mivel egyelőre tanulják a törvényt. Amennyiben elkövetnek tudatlanságukban, vagy gyengeségükben valamilyen bűnt, kegyelmet kapnak. Az nem azt jelenti, hogy azt csinál, amit akar. Ez azt jelenti, hogy kegyelmet kap addig, amíg tanul, és őszintén járja az utat. Ezért nincs a törvény alatt. Mindaddig, amíg nem iszok alkoholt és vezetek, addig nem vagyok a törvény alatt. Amint alkoholt fogyasztottam, és beülök az autóba, és vezetek, onnantól kezdve a törvény alatt vagyok, ha elkapnak, onnantól kezdve rám vonatkozik az a törvény, mert megsértettem. Az írással kapcsolatban az atya mindent lát, úgyhogy nincs olyan, hogy nem vagyok a törvény alatt, ha megszegem azt. Ő tudja, vagy tudatlan az ember, vagy gyenge, vagy szándékosan vétkezik. Úgyhogy ez a három lehetőség van. Azonban, ha bűn van, törvénynek lennie kell. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk? Mit kérdez? Az, hogy megszegjük-e a törvényt? Ez a vétek. Ha megszegi valaki a törvényt, 1 János 3:4. Ha megszegi valaki a törvényt, azért, mert kegyelem alatt van. Lehetséges ez? Távol legyen, eszedbe se jusson, semmilyen képpen. Ha valaki tudja, hogy mik az étkezésre, az ünnepekre, a szabadnapokra vonatkozó szabály, az öltözésre, a beszédre, az egész viselkedésére az embernek, akkor utána nem élhet másképp, hogyha tudja, hogy az a törvény. Távol legyen, erről beszél. Megmagyarázza, hogy miért. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat, szolgálkul az engedelmességre. Miről beszél? Két úr van, Mammon és az atya. Az atya a másiák, a megváltó, a hősák a másiák, vagy pedig idézőjebe Jézus által hozta el az ő királyságát és az ő szavát. Két úr van. Vagy a másiák az atyát képviseli, vagy Mammon, ami a világ és végeredményében az ellenség, vagy Satán. Két helyre lehet engedelmeskedni. Egy mindig törvénytelenséget hirdetett a kezdetektől fogva. Ez pedig az ellenség. A kertbe elkezdte, onnantól kezdve az egész emberiséget félrevezette, egészen a mai napig, hogy így vagy úgy ne engedelmeskedjenek a törvényeknek. A törvénytelen életmód az ellenség. A másik út a másiák, és azon keresztül az atya. Két utat választhatok. Annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek.
Ha nincs törvény, nem kell engedelmeskedni. Az az ellenség útja. A másik út, ott engedelmeskednünk kell minden nap, minden órában, minden percben, örökké. Vagy a bűnnek a halála, mi a bűn? A törvény megszegése, 1 János 3:4. Ha van bűn halálra, lennie kell törvénynek. Vagy engedelmességnek igazságra, azaz alázatosan követed Jehova utasításait. Mi az igazság? Zsoltárok 30:34, vagy bocsánat, Zsoltárok 119:30-34, vagy 119:142, vagy 119:152. A törvény az ő szava, a rendelései, a bizonságai, az ítéletei, a parancsolatok. Ez az igazság. Vagy ennek engedelmeskedsz, vagy ennek megszegésének, ami a bűn, és az a halállal teljesedik ki. Két út van, törvény mindig is lesz, és ezt gyönyörűen ábrázolja Saul Rómaiakhoz írt levelének 6. fejezetében. Rómaiakhoz írt 7. fejezet 6-tól 8-ig így szól, és szintén megmutatja azt, hogy Saul mindvégig próbálta megértetni velük, hogy hogyan kell a törvények szerint élni. Nem az, hogy nem kell azok szerint, hanem hogy hogyan kellene. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve. Akkor szabadultál meg, ha meghaltál, és újjászülettél, mint egy új ember, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, nem a betűóságában. Melyik törvénytől szabadultak meg az emberek a másiák által? Dániel 9:26-27, illetve zsidókhoz 10 egyértelművé teszi. Az áldozati törvénytől szabadultunk meg, a másik törvénytől nem lehet megszabadulni, hiszen az az, ami által megítéltetik az ember. Az áldozati törvény az, amitől megszabadultunk. Az az egyik. A másik, szolgáljunk a léleknek újságában, nem a betű óságában. Azaz, megszabadult attól is az ember, hogy a parancsolatokat gépiesen követnie kelljen, hiszen eljött a vigasztaló, a ruach, az ember meghalt a világnak, újjászületett, megkapta ezt a Szent Szellemet, a ruach hakodest, mely elvezeti őt az igazságra, és így lélekből tudja követni az instrukciókat. Nem pedig nézi azt, hogy mi van leírva, és úgy él közben a szíve másfelé halad. Erről beszél itt. Az egyik törvény az áldozati, amitől megszabadultunk, a másik pedig a lélek, ami eljött, ami elvezet minket arra, hogy hogyan kellene a törvények szerint élni. Nem arról van szó, hogy mostantól szabad rablás van, és mindenki úgy él, mint a pogányok, meg a hedonisták. Arról van szó, hogy hogyan kell az embernek teljes erejéből, teljes szívéből ezeket az instrukciókat megtartani. Erről beszél itt Saul, de egyértelművé teszi a 7. versben. Mit mondunk tehát? A törvény bűn é. Azaz átok, rabság, ez egy fogság, ez ó, ezt már nem kell csinálnunk. Távol legyen. Azaz eszedbe se jusson. Semmiképpen sem az. Sőt, nem az, hogy nem az, hanem a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Ez a nagyszerű az írásban, hogy egy óvodás is meg tudja érteni. Nem arról van szó, hogy a törvény bűn, vagy átok, vagy rabság, vagy eltörölve, vagy jó. Egyáltalán nem. Sőt, a bűn nem ismeri, ha nem tudja a törvényt. A törvény mutatja meg, hogy mi a bűn. Ha nincs törvény, nincs bűn. Akkor nem kell áldozat, akkor élhetek úgy, mint a pogányok. Minek bűnről beszélni egyfolytában, ha nincs törvény? Miért nem egy oldal akkor a megújult szövetség, vagy az új szövetség, ami azt írja, hogy nincs törvény, azt csinálsz, amit akarsz, csak hinned kell. Viszlát. Azért, mert a törvény az, ami megmutatja, hogy hogyan kellene élnünk. Aki megszegi, azt bűnt követel, és az egy másik gazdát választ. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Így él a pogányság és a világ legnagyobb része. Fogalma sincs arról, mi az, ami jó,
Mi az, ami rossz? Mi az igaz? Mi a gonosz? Mivel nem ismeri a törvényt? Ha ismerné, rájönne, hogy milyen életet élt, és az elvezethetné az atyához a másiák által. Elfogadja az áldozatot a megtörtént bűnökért, megtér, ami azt jelenti, hogy nem szegi meg a törvényt többé, és onnantól kezdve a ruach vezetésével úgy él. Ez a folyamat. Ha nem ismerjük a törvényeket, és azt gondoljuk, hogy nincsenek, akkor nincs értelme olvasni a könyvet. Onnantól kezdve azt csinálunk, amit akarunk, mint ahogy a legtöbb ember él. Nézzük a 8-ast. De a bűn, a törvény megszegése, 1 János 3-4, alkalmat vevén, ha van bűn, kell, hogy legyen törvény. A parancsolat által, hogy vett alkalmat? A parancsolat által. Itt kellett volna, hogy legyen a vessző, nem itt. Mert úgy van értelme a mondat. A bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot. A parancsolat az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Ezért mondja, hogy a bűn alkalmat vevén a parancsolat által. Mindenféle kívánságot, azaz a test. Az embernek a teste, ami mindenféle dolgokat kíván, a szem kívánsága, a test kívánsága és a büszkeség. Ezek okozzák a problémát az emberiségnek. A parancsolat ezt kívánta megszüntetni. Mert törvény nélkül holt a bűn, a törvény megszegése. Ha nincs törvény, nincs bűn. Azonban bűn van, így lennie kell törvénynek is. Saul Rómaiakhoz írt 7. fejezetének 6-tól 8-ig verseiben ismét csak megmutatja, hogy a törvény van. Ugyanúgy, ahogy mindig is volt. Néhány verszakot lefele ugrunk, akkor még tovább boncolgatja, és még egyértelműbbé teszi. Mert a bűn alkalmat vévén ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt által. Miért? Mert a törvényszegés, a bűn fizetsége halál. Aki megszegi a törvényt, a végén felelnie kell azért, amit tett. Erről ír a 11-es versben. Mit ír ezután? Azért ám, azaz pont ezért. A törvény szent, kodes, és a parancsolat, kodes vagy szent, és igaz, és jó. Nem átok, nem rabság, nincs eltörölve, nem ó, nem ez betöltötte, vagy ezt már nekünk nem kell csinálni, hanem szent, igaz, és jó. Miért? Mert ez az, ami megmutatja, hogy hogy kell élnünk, ennek segítségével tudjuk elkerülni a bűnt, a törvény megszegését, és azáltal a halált. Ezért mondja, hogy a törvény szent, a parancsolat igaz, és jó, és szent. Hiszen ha nincs, akkor bolyonganánk a világban, és a végén így vagy úgy, de megítéltetnénk a tudatlanságunk vagy a gyengeségünk miatt. Vagy pedig a szándékos gonoszság miatt. Tehát a jó halálom, nékem halálom letté? Mi a jó? A parancsolat, a törvény? Ez halál? Átok? Rabság? Távol legyen? Semmiképpen? Eszedbe sem jusson? Sőt, inkább a bűn lesz halálom. Mi a bűn? A törvény megszegése. 1 János 3-4. Nem, hogy a törvény az, hanem a bűn az. Mi a bűn? A törvény megszegése. A törvénynek léteznie kell, hogy megmutassa, hogy mi a bűn. Hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez. Azaz, hogyan szerez a bűn halált számára? Úgy, hogy megtörténik, a jó által, ami a törvény és a parancsolat, neki halált szerez. A törvény megmutatja, hogy az a bűn, amit megtett, annak a fizetsége halál lenne. Erről beszél most, nem arról, hogy a törvény az halál. Arról beszél, hogy a törvény megszegése. Ha megtörténik a bűn, a törvény megmutatja, hogy az bűn, és megmutatja azt is, hogy a büntetés az halál. Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Utána kifejti szó szerint egyértelműen, hogy mi az, amit itt jelent ez a mondat. A bűn a parancsolat által bűnös lesz. A parancsolat megmutatja, hogy mi a bűn. Erről beszél itt. Egyértelművé teszi azt, hogy ha nincs parancsolat, akkor káosz és gonoszság és bűn uralkodik a világban. Tehát a parancsolat jó és igaz. És szent. 1 Korintusi 15,
55-től 57-ig szintén egy olyan szakasz, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy Saul szeretné megértetni az olvasókkal azt, hogy a törvény betartása elengedhetetlen ahhoz az életformához, amit az atya megkíván tőlünk a másiákon át. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Ez a kérdés. A halál fullánkja pedig a bűn. Hol a te fullánkod? A bűn. Miért? Mert amennyiben azzal megszúr, annak az eredménye halál. Nézzük, olvassuk másként ezt a verset. A halál fullánkja pedig a törvény megszegése. Aki megszegi a törvényt, azt a halál megsebezte, és a pusztulást választotta az az ember. A bűn ereje pedig a törvény. A bűn az által erős, hogy a törvény megmutatja, hogy mi a bűn, és kiszabja a büntetést. A törvény adja az erős, az erejét a bűnnek. Ha nem lenne törvény, nem lenne bűn, tehát nem lenne ereje a bűnnek. Mindegy lenne, hogy elköveti-e valaki, vagy nem. A halálnak nem lenne fullánkja. A fullánk adja a sebet, azonban az az anyag, ami a fájdalmat vagy a halált okozza, az a törvény által nyeri az erejét. Hiszen ha nem lenne törvény, akkor nem lenne ereje annak a fullánknak. Hiszen akkor teljesen mindegy lenne, hogy bűnt követünk el, vagy sem. Ezt akarja kifejezni Saul, hogy van törvény ugyanúgy, ahogy volt. Hiszen ez adja a bűn erejét. De hála Elohimnek, aki diadalmat adja nékünk Adonai Jehusách Mássiák által. Azaz a köszönet az atyának jár, aki a másiákon keresztül elküldte azt, aki megmutatja, hogy kell élnünk, aki elvállalja az áldozatot a tudatlanságunkban, a múltban, illetve a gyengeségben elkövetett bűnök miatt, és ezáltal életet ad, és elpusztítja a halálnak a fullánkját. Nem a törvényt, hanem a bűnt. Azáltal, hogy a vigasztaló bennünk él, és vezet minket azon az úton, amelyiken járnunk kellene. Nem arról beszél, hogy nincs törvény, arról beszél pontosan, hogy a bűn erejét a törvény adja. Azaz 1 Korintusi 15-ben szintén egyértelművé teszi Saul, hogy a törvény ugyanúgy működik, ahogy mindig is működött. Az elsőtől az utolsó betűjéig, és ez a Tanák, a Tora, a Mózesi könyvek, a Zsoltárok és a Proféták. Igazán nehéz kiválasztani azt, hogy melyik a legnagyszerűbb ezek közül. Első levele Timóteushoz, első fejezet szintén egy nagyszerű példája annak, hogy mi az, amiről eddig szó volt a többi versben. És nagyszerűen összefoglalja azt, hogy hogyan is működik a kegyelem és a törvény együtt. Így kezdi, 8-as vers. Tudjuk pedig, hogy a törvény, a Tora jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Meg fogjuk érteni, hogy miért mondja azt, hogy törvényszerűen él vele. Ugye a törvénytudókról beszél ez előtt, akik tanítják a törvényt, de nem értik, hogy hogy kell köztük ő maga is ilyen volt. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van. Minek kellene, mi az igaz? Az igaz az, aki a törvény szerint él. Ezt már megbeszéltük számtalanszor, Zsoltárok 119.30-34, az igazság útja, az a törvény, a bizonság, az ítélet, és maga a Tora, az instrukciók. Aki azon az úton jár, annak nem kell törvény, az tudja, hogy mi a törvény. Az úgy él, ő igaz, ő rendben van. Ennek nem kell a törvény. A törvény azokért van, akik törvénytaposok, engedetlenek, igaztalanok, bűnösök. Mi a bűn? Egyehukanon 3-4, a törvény megszegése. A latrokért, a fertelmesekért. Kik ezek, akik össze-vissza esznek mindent? Mi a fertelmesség? Például a tisztátalanság. Az atya és anyagyilkosokért, az emberölőkért, akik megszegik a törvényt. A törvény azért van, megmutassa az embernek, hogy milyen életet él, és megpróbálja visszaterelni arra az útra, ahol lennie kellene. Ezért van a törvény. Nem azért, aki úgy él, amúgy is. Azért van, aki nem úgy él, hogy egyrészt megmutassa, hogy mi lenne az út, másrészt a végén itt igazságos ítéletet lehessen hozni, hiszen megvolt a szabályrendszer, a feltételrendszer,
az alapján lehet ítéletet hozni. Ha nincs, akkor nem lehet. Erről beszél. Aki igaz, nem az az igaz, aki azt mondja, hogy ó, én igaz vagyok, én rendben vagyok. Mi az igaz a szó szerint? Az írások szerint mi az igaz? Nem az, hogy mit tartunk igaz. Mindenki azt mondja, hogy én igaz vagyok, akkor ez senkire nem vonatkozik. Aki azt mondja, hogy én nem vagyok igaz, az meg a végén az ítéletet várhatja. Azokért van, akik megszegik a törvényt. Erről beszél. A paráznákért, a férfi fertőztetőkért, ugye ez a mindenféle homoszexualitás, vagy az összes többi utálatosság. Az emberrablókért, a hazugokért, a hamisan esküvőkért. És ami egyéb, csak az egészséges tudománya ellenkezik. Mi az egészséges tudomány? Az ő szava. Jahuva az atya szava. Mi az a Tanák? A Tóra, a proféták és a zsoltárok. Ez az egészséges tudomány. Mi visszautal arra. Egyértelművé teszi, hogy miről beszél. Ha valaki nem akarja megérteni, az nem fogja. Az írás mutatja meg, hogy mi a bűn. És aki nem a szerint él, az bűnös, és annak észbe kell kapnia. A boldog Elohim dicsőségének jó híre szerint, mely rám bizatott. Akkor mi a jó hír, amely rábizatott, ha az mutatja meg, hogy mi az igazság és mi nem? Ha nem a Tanák, az írások, a törvény, az instrukciók, a Tora. Az a jó hír maga. Hiszen azt mondja, hogy ezekért az emberekért, akik megszegik a törvényt, van a dicsőséges evangéliuma. Az mutatja meg, azok szerint bűnösök ezek az emberek. A Tora a jó hír. Ez az, ami rábízatott. Erről beszél itt. Mi egyéb, csak az egészséges tudománnyal ellenkezik, Elohim dicsőségének evangéliuma szerint. Az egészséges tudománnyal, ami ellenkezik, azt a jó hír mutatja meg, hogy mi az. Mert a jó hír maga a Tora, az instrukció. És ez az, amit ő tanított. Csak más módon tanította, mint a farizeusok. Nézzük meg, hogy hogyan. Hálát adok annak, aki engem megerősített, Jahusa Hamásiáknak, Adonájnak, hogy engem hívnek ítélt rendelvén szolgálatra. Azaz a Másiák volt, aki őt elhívta, ami az atya szava tulajdonképpen. Ő az, aki annak ellenére, ahogy élt, hűségesnek ítélte, és elrendelte arra a szolgálatra, hogy vigye ezt a hírt az összes többi embereknek. Nézzük meg, hogy miért olyan nagy dolog ez. Ki előbb istenkáromló, az magáról beszél, üldöző és erőszakoskodó valék. De könyörült rajta, miért? Mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Ugyanúgy, ahogy mindannyian így éltünk egyszer, ahogy most a legtöbb ember él, tudatlanul cselekedik, mert nincs igazi hite. Azt mondja, hogy hisz, de a hite a világ szerint van. Ézsaiás 29 erről beszél. Emberek parancsolata szerint van. Tudatlan. Azonban akármit is tett, márpedig ő megtett mindent az egyház ellen, tudatlanságában cselekedte, mert nem volt hite. De mikor lett, megbánta, és odaszánta magát erre az útra. Hitből cselekedje mindezeket a dolgokat, nem pedig a betű szerint. Erről beszél Saul. Aki tudatlan, és úgy cselekszi, azt hívja magához. Aki hitetlen, azt is hívja magához. De ez nem más, mint az instrukciók, a Tora megértése, és annak követése a Ruach HaKodesh vezetésével. Szerfelett megsokasodott pedig Adonájnak kegyelme, a Másiák Jehúsában való hittel és szeretettel. A mi Urunknak kegyelme a Másiák Jehúsában való hittel és szeretettel. Az a hit és szeretet az, ami vezeti az embert ezen az úton. Nem a parancsolatok követése az, ami majd a végén az embert egyik vagy másik oldalra helyezi, hanem a hite által igazul. A hit azonban a parancsolatok követésében fog megnyilvánulni. Igaz beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Másiák Jehúsa azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ki a bűnös? A törvény megszegője. Ha mielőtt elfogadja az ember, bűnös, akkor azután, hogy elfogadja,
Még mindig lennie kell törvénynek, hiszen vannak emberek, akik ő utána fogják elfogadni, és ők is bűnösök, akkor lennie kell egy törvény. Hogy hiheti azt valaki, hogy azzal, hogy kimondja, hogy ő elfogadja, ő már automatikusan kivonja magát a törvények alól. Egyszerűen csak a szellemben kell követnie a törvényeket. Ha nem úgy él, akkor vagy nem hisz, vagy nem az a szellem vezeti. Ez a két lehetőség van. Meg azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket, hogy megmutassa nekik, hogy hogy kell élni. Azért jött, hogy átvállalja az ő bűneiket, hogy áldozat legyen. Mint az ő a legjobb példa, Saul. Megtett mindent ellene, ennek ellenére elfogadta, de meg kellett változtatni az életét. De meg akarta változtatni, mert a szellem erre vitte rá. Ez a kettősség kell, hogy mindenkinek a szeme előtt legyen. Hit és cselekedetek. Te könyörült rajtam, hogy Jehusá Hamásiák mutassa meg, bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne örök életre. Hogyan? Úgy, hogy megmutatta, hogy eltűrte azt, hogy Saul törvénytelenül élt egész életében, sőt, üldözte az övéit, sőt, megölte azokat, ennek ellenére türelmes volt vele, és elhívta, segített megváltozni, és utána elfogadta. Ő azért mondja, hogy legelőbb, mert hogy ő volt a legnagyobb bűnös ő saját maga szerint, ahogyan ezt elmondja, akik közül én vagyok az első a bűnösök közül. Azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Ha ő a példa, Saul, ő megváltozott, és a törvények szerint élt. Ugyanúgy, ahogy a másiák, ugyanúgy az apostolok, a proféták, mindenki más, aki igaznak bizonyult. Ő a példa, aki hisz, annak meg kell változnia, és úgy kell élnie, és utána jut el az örök életre. Úgyhogy Timóteushoz írt első levelének első fejezete szintén egyértelművé teszi, hogy a Tora, a proféták és a zsoltárok által kijelölt 613 instrukció sehová nem megy, mindaddig, amíg az atya létezik. Az pedig örökké tart. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!